A harmadik Pfizer adagját kapta meg péntek délelőtt a Nyíregyházi Állatpark állatorvosa. Mint mondta, azért vette fel az újabb dózist, hogy a park látogatói mellett azokat az állatokat is védje, amelyeket nap mint nap gondoznia kell. Azért tartom fontosnak, hogy felvegyem az oltást, mert hát itt a Nyíregyházi Állatparkban 5000 állat él, és én állatorvosként napi kapcsolatban vagyok velük. És mivel nem tudjuk ugye, hogy melyik fajra milyen hatással lehet a vírus, ezért fontosnak tartom, hogy védjük magunkat, illetve őket is a esetleges mellékhatásoktól vagy betegségektől. Harmadik oltáson vagy első oltáson? Adunk egy hozzájáruló nyilatkozatot. Pénteken az állatpark 30 munkavállalója kapott védőoltást. Olyanok is akadtak köztük, akik az első adagot vették fel. A Dzsungel Hotelben kialakított mobil oltópontot az egészségügyi alapellátási igazgatóság biztosította. A dolgozók így saját munkahelyükön részesültek a vakcinában. Ehhez hasonlót a város több intézményében kialakítanak. Nyíregyházi megyei jogú város önkormányzat és nyilván polgármester úr döntés alapján ilyen mobil oltópontokat hozunk létre, mert ugye ez azért fontos, hogy az önkormányzathoz tartozó intézményeknél bár nagyon jó, mert 80% feletti az átoltottság, de pont, hogy az oltási kedvet ezzel elősegítsük, gyakorlatilag így kitelepül ide egy mobil oltócsoport, és gyakorlatilag akik dolgozók szeretnénk felvenni, az a munkahelyükön felvehetik az oltást, első, második vagy akár harmadik oltást is ugyanitt fel tudják venni. A jövőben egyes oltópontokon országos elismertségű virológus is jelen lesz, hogy a koronavírussal és az oltások biztonságával kapcsolatban felmerülő kérdésekre válaszoljon.